Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen a meghívást is, és nagy örömmel jöttem erre a rendezvényre. Egy szomorúságom van, csak azért picit, hogy Jókai Tibor nem lehet velünk, úgyhogy neki innen is kívánok jobbulást mindannyiunk nevében, és bízunk benne, hogy a következő alkalommal itt üdvözölhetjük majd a körünkben. Mondanom se kell, hogy és bizonyára ez egy érintett pont volt már a Nemzetpolitikai Államtitkárság előadásában, prezentációjában is, hogy a magyar kormány az különös felelősséggel viseltetik, és ez számára az alaptörvény is előírja a külhoni magyarság ügye iránt. És nyilván ennek egy hangsúlyos területe, hogyha Reményik Sándorhoz nyúlunk vissza, kicsit irodalmi módon is megtűzdelve a hozzáállásunknak a megalapozását, akkor ugye az iskolának és a templomnak az el nem hagyása és a megtámasztása. Nyilván az oktatási szakpolitika szempontjából ebből a kettőből számunkra az iskola a fontos, és nyilván a magyar kormány felelősei között a munkamegosztás az, hogyha nagyon egyszerűen le kéne írni, akkor ugye a Nemzetpolitikai Államtitkárság az, amely, ahogy a előadásukban is el kellett, hogy hangozzék, például felelőse ugye a kiemelt intézmények körének, tehát ott létezik az a kataszter, az a szervezetlista, azok az intézmények, amelyek a külhoni magyarság szempontjából lényegében azt lehet mondani, hogy évek óta számíthatnak arra, hogy viszonylag fix támogatásokat kapnak az anyaországtól is, ami az ő működésüket a külhoni régiókban biztosíthatja. Ugyanígy a státusztörvényből fakadó támogatásoknak a biztosítása is alapvetően ugye a Nemzetpolitikai Államtitkárságnak a feladatkörébe tartozik, és ahogy ugye láthatjuk a legújabb folyamatokon, fejleményeken, azok az óvodai fejlesztések, illetve majdan bölcsödei fejlesztések, amelyekben a gondolkodás zajlik, ezek is alapvetően ehhez az államtitkársághoz tudnak kapcsolódni. A Emberi Erőforrások Minisztériuma, ami ma ugye egy lényegében azt lehet mondani, a fél kormányt tömörítő kvázi csúcsminisztérium, aminek egyik része ugye az oktatási terület, ez az, amelyik egyébként nyilván egykor oktatási tárcaként, de lényegében az oktatás szakmai támogatásoknak a gazdája, és ilyen értelemben számos esetben ugye nem is csak a, mondhatjuk így, nem is csak a források, hanem azok az oktatás szakmai segítő lehetőségek vannak nálunk, amelyek egyébként a külhoni magyar oktatási intézményrendszernek a megtámasztását szolgálhatják. Ennek nyilván megvan a maga hagyománya, hiszen a rendszerváltás után, ahol minden régióban létrejöttek a különböző pedagógus szövetségek, ezekkel az oktatási tárcának mindig is megvolt a maga sajátos bensőséges viszonya, kialakultak a őket érintő speciális támogatási formák. Ezeknek lényegében meghívásos jelleggel, de van egy, mondhatjuk úgy, hogy lassan évtizedes hagyománya. Az egyik ilyen elem az mindenképpen ugye a továbbképzéseknek a támogatása, ami hát nagyon fontos, hogy megvalósulhasson ezeknek a szervezeteknek a koordinációjában, illetve ugye számos esetben azt se felejtsük el, ugye, hogy nem is csak az egyes régiókban működő pedagógus szövetségek, hanem egy közös platformon, számos esetben egyébként a legnépesebb vagy legerősebb erdélyi szervezetnek a koordinációjában közös Kárpát-medencei továbbképzések is megvalósulhatnak. Ott vannak azok a rendezvények, amelyek a szaktáborokat, tematikus rendezvényeket illeti, és ezekre is vagy meghívásos, vagy pályázati jelleggel, korábban részben a Balassi Intézeten keresztül, majd annak az átszervezését követően most közvetlenül a tárcán keresztül érkeznek az ezzel kapcsolatos támogatások. Hagyományos eleme ennek egyfajta tartalomfejlesztési támogatás, ami lényegében az elmúlt két évtizedben egyes külhoni régiókban különböző tankönyvfejlesztéseket finanszírozhatott, hozzátéve, hogy az utóbbi években ez talán egyáltalán nem volt hangsúlyos, részben azért is, mert Magyarországon is máshogy alakult a tankönyvpiacnak a sorsa, illetve a határoknak az átjárhatóvá válásával nagyon sok helyen kisebb vagy nagyobb mértékben, de a magyar tankönyveknek a használhatósága, hát ahogy szokták mondani, vagy legálisan, vagy kevésbé legálisan, de a gyakorlatban azért megvalósulhatott. De lényegében ez a támogatási
többszög jellemzi a magyarországi szakmai támogatást, tehát továbbképzések, tematikus rendezvények, táborok, illetve tartalomfejlesztés, aminek megvan a maga hagyománya. Most a közeljövőben egy jelentős áttörés előtt állunk, ugyanis a magyarországi emberi erőforrás operatív program uniós lábában egy, hát csúnya szóval mondva, transznacionális projektet terveztünk. A mi esetünkben az azért transznacionális, mert hogy elvileg kicsit ilyen több országot érintő, de ez csak minket magyarokat érint, ugye a történelmi adottságokból kifolyólag. Az oktatási hivatal nyújtott be erre pályázatot, némiképpen talán mondhatjuk így, hogy tervezett módon, és gyakorlatilag az OH, mint a minisztériumnak a háttérintézménye, és amely egyébként Magyarországon is a szakmai támogatásoknak a felelőse. Az OH az, amelyben most egy olyan átgondolási munka zajlik, természetesen bevonva ebbe a gondolkodásba a külhoni régiókban működő pedagógus szövetségeket, ami igyekszik ezt a hagyományos, évtizedes, mondjuk így, hogy támogatási modellt egy kicsit feltörni, ha lehet úgy fogalmazni, akkor lényegében megtöbbszörözni. Ennek egy nagyon fontos eleme, hogy a továbbképzéseket szeretnénk mind számosságukban, mind szervezésükben új lapokra helyezni, és az eddigi, mondjuk így, hogy azért inkább azt mondanám, hogy pár millió forintos támogatások helyett jóval nagyobb volumenben kínálni olyan közös továbbképzési programokat, ahol magyarországi és külhoni pedagógusok, hiszen lényegében azért nagyon sok helyen ugyanazokkal a problémákkal szembesülünk, de közös képzésekben, közös programokban tudnak részt venni. Ez a következő évben már várható, hogy a több százas nagyságrendben képesek leszünk kollégákat fogadni innen a felvidékről is különböző helyszíneken, és képesek leszünk olyan közös programokat megvalósítani ennek az uniós projektnek a keretében, amiben egészen biztos vagyok, hogy mindenkinek a szakmai épülésére válhat majd. Ezzel párhuzamosan azt is szeretnénk, hogyha a tárcának az eddigi jelentős részben azért fogalmazunk így, egy nagyon szűk, néhány kollégát érintő adminisztratív támogatása mellett létre tudna jönni egy olyan, kicsit fogalmazhatunk így is, egy új pedagógiai oktatási központ, ami képes kiszolgálni, képes támogatni különböző szakmai szolgáltatásokkal a határon túlműködő szervezeteket és kollégákat. Ugye lényegében Magyarország területét lefedik az oktatási hivatalnak ezek az úgynevezett pokjai, ami nem összekeverendő azzal a jószággal, amit ugye jó szerencse a lakik a házban, de azért nem mindenki szereti. Itt nem ilyen jellegű behálózásról van szó, de arról igen, hogy hasznos lenne egy olyan tényleg szakmai szolgáltató funkcióval bíró egységnek, szakembergárdának a felépítése, amely mondjuk így, hogy rendszer szinten ebből a projektből felépítésre és felkészítésre kerülhet. Részben ugye azt is mondhatjuk, hogy a kollégák között, szabad így fogalmazni, akkor a piacon meglévő szakembereket természetesen ebben a munkába bevonva, de a projekt, a projekt végére el tudunk talán oda jutni, hogy intézményesülni tud az oktatási hivatalban egy olyan új pok, ami a határon túli szakmai szolgáltatásoknak, ezeknek a fejlesztésének a gazdája lehet majd. Tehát egy új pok, illetve a továbbképzések jelentős tömegű biztosítása az, ami kiemelten ebből a projektből várható. Ezzel párhuzamosan zajlik a minisztériumban egy olyan gondolkodás, ami a 2015. decemberi külhoni képzési stratégiának az átgondolását célozza. 2015-ben a felsőoktatás területén készítettünk egy olyan anyagot, ami minden régióban áttekintette a magyar nyelvű felsőoktatásnak a helyzetét. Legyen szó az adott régióban működő állami intézményeknek a magyar nyelvű képzéseiről, vagy az egyes régiókban működő különböző magyar nyelvű magánintézményekről. Lényegében képzési szemléletben néztük át, hogy hol milyen a magyar nyelvű kínálat ezekben a régiókban, és ennek kapcsán születtek intézkedések, összességében egyébként 28 új magyar nyelvű képzésnek az indításáról, mindenhol testre szabottan az adott régió tanulási igényeire reflektálva.
Annak idején ez az anyag csak a felsőoktatás vonatkozásában készült el, de a jövő évi választásokat követően, magyarországi választásokat követően szeretnénk a kormány elé menni egyrészt ennek a 2015-ös felsőoktatási stratégiának az átgondolt, az azóta megvalósult fejlesztéseket már beépítő verziójával, illetve ez egészül neki olyan a külhoni magyar köznevelést érintő stratégiai ügyekkel. Természetesen nem a vakvilágba fogjuk írni, hanem az itteni partnereink erről tudni fognak, és lényegében mondhatjuk azt is, hogy az uniós fejlesztésből is fakadó eredményeket tudjuk ebbe a stratégiai beépíteni. Tehát ott tudunk majd olyan új közös projekteket megfogalmazni és kitalálni, ami mellé a források és az apparátus oda rendelhető, és gyakorlatilag az OHÁN keresztül a szakmai felépítménye is meg tud valósulni. Amit kiemelten fontosnak tartok még jelezni, és azt gondolom, hogy mindannyiunknak a munkáját egy kicsit új alapokra fogja helyezni, ez a magyarországi tartalomfejlesztésnek, tankönyvfejlesztésnek a kérdésköre. Évtizedes ügy, ugye, hogy hogyan jut el magyar nyelvű tankönyv, hol készül, kinyomtatja, és szabad-e használni, vagy nem szabad-e használni. Ez minden régióban kérdés, és mindenhol valamilyen megoldásunk van rá, vagy helyi kiadó fejleszt, vagy Magyarországról áthordják, néhova szabad, néhova nem szabad, és különböző kerettantervekhez különböző tartalmakat kínál vagy a rendszer, vagy az élet, ahogy szokták mondani. Ez odahaza, ha lehet így fogalmazni, egészen új alapokra fog kerülni. Nem csak azért, mert a magyar állam ugye itt egy elég komoly piaci beavatkozást hajtott végre, és döntően állami feladatellátásba vonta a tankönyvellátást a korábbi állam által finanszírozott, ám de mégis piaci modell szerint. És nem csak azért, mert létrejött az OFI-nak a fejlesztésében egy új közismereti tárgyakra kiterjedő tankönyvcsalád. Ez a fejlesztés, ez tovább fog ugyanis történni, és ennek keretében a következő három évre ennek a stratégiája elkészült, a következő három évben jelentősen bővülni fog még az új fejlesztésű, vagy a korábbi piaci kiadóknál megvásárolt tartalmakat frissítő, NAT-tal kompatibilissá tevő tankönyveknek a kínálata, de ami nagyon fontos irány, hogy nem csak könyveknek az átvétele és továbbfejlesztése történik meg, hanem egy jelentős digitalizáció indul el. Éppen ma is van miniszter úrnál egy olyan beszélgetés, ami ezt célozza, úgyhogy reggel azért késtem sajnálatos módon, vagy nem tudtam előbb jönni, mert a Baden-Württembergi András Egyetemért felelős miniszterrel való tárgyalásra kellett kísérnem miniszter uramat, este pedig pont a digitalizálási ügyben lesz egy újabb, nagyon fontos megbeszélés nála, de azt gondolom, hogy világosan kijelölésre kerül az az irány, amelyből már a következő néhány hónapban el tudnak készülni azok az első okos tankönyvek, amelyekben ugye meg fogjuk tudni nyitni ezt a teljesen új világot, és egy elég világos fejlesztési koncepció az, amiről a közeljövőben legalábbis oktatás szakmai döntések születhetnek. Ennek a finanszírozási lába Európai Uniós forrásokból már megvan, a helyét és lényegében a standardjait kell megtalálni. A terv az az, hogy már a következő év nyaráig több tucat olyan döntően közismereti tankönyv fejlesztése valósulhat meg, ami innentől kezdve online HTML formátumban is elérhetővé válik. És ez azért lesz egy nagyon fontos áttörés, mert lényegében ezeket a platformokat ki fogjuk tudni nyitni a külhoni magyarság számára is. Én kifejezetten kértem az OFI kollégáit, bár ezt nem ígérjük jövő tavaszra, de hogy még egy olyan modulja is készüljön ennek a tartalomnak, ami a magyar, mint idegen nyelv tanulását olyan módon lehetővé teszi, hogy lényegében bárki a világban magyarul szeretne tanulni, és magyar iskola nélkül meg szeretne tanulni, akkor ezt fel tudja ütni, és valamilyen holografikus, kiváló megoldásokon, alkalmazásokon keresztül, de legyen módja a magyar nyelv megtanulására. Hát ez azért még kihívások elé állít bennünket, de vannak hasonló programok a világban, a japán nyelv tanulásától kezdve az angolra, tehát azt gondolom, hogy nem lehetetlen ezt a magyarra is megcsinálni, hiszen nem mondunk le arról, hogy nem csak a magyarok küzdünk az anyanyelvünkért, hanem bízunk abban, hogy még igen sokan meg fognak tanulni magyarul a következő évezredekben, olyanok is, akik nem magyarok, úgyhogy ezt az alkalmazást mindenképpen
szintén ki fogjuk fejleszteni ennek a programnak a keretében. A tartalomfejlesztésnek ez a vonala, én azt gondolom, hogy talán a legnagyobb örömhír tud lenni a külhoni magyar pedagógus közösségek számára, hiszen lényegében meg fogja haladni azt a fajta iskolai hagyományos megközelítést, ami a melyik országban milyen tankönyvet és hogyan lehet használni, amint a technikai feltételek megvannak, már pedig a legtöbb gyerek, mint tudjuk, azért már a kis eszközökkel a zsebében közelíti meg az iskolát. Lényegében ezekre az alkalmazásokra egy teljesen új módszertannal, teljesen új tartalom, fejlesztés eredményekkel tudunk majd ráfordulni. Nyilván ehhez megfelelő felkészítést is kell majd biztosítsunk. Magyarországon is a 170 ezer kollégának félreértés ne essék, tehát ez ott is egy szemléletváltást fog majd és kell is, hogy okozzon. De azt gondolom, hogy ennek a használatát teljes körülön biztosítani tudjuk majd a jövőre nézve a külhoni magyar pedagógus kollégák számára is, és nyilván ki, hogy és milyen módon tudja ezt beépíteni az ő számára kötelező kerettantervbe, az általa használt tartalomba. Én abban bízom, hogy ezek a tartalmak, ezek versenyképesek lesznek a piacon elérhető különböző nyomtatott alkalmazásokkal. Természetesen mi sem szüntetjük meg a könyveknek a papíros formáját. Ez egy ehhez készülő segédanyag, leképezés lesz számos új alkalmazással. Úgy vélem, hogy ez egészen új alapokra fogja helyezni a nevelő-oktató munkánkat, úgyhogy nagyon drukkolok, hogy ez minden jobban sikerüljön, és ígérem, hogy amint ebben nagy eredményeink vannak, jövünk és prezentáljuk, mutatjuk és nyitjuk meg minden kedves kolléga számára. Az időm az ennyi volt, ennyi fért bele, már kaptam a jelzést, hogy ne éljek vissza a időben a türelmükkel, úgyhogy kívánok további jó tanácskozást és jó munkát a mindennapokban, neveljetek kiváló magyar gyerekeket. Köszönöm.